biciklit a sziklákon keresztül. Ott egy bicikli út? Nem, mondom, jó kis bicikli út. Ja, úgy értettem. De nagyon elcsigázott feje volt a csávokámnak. Na, eljöttünk volna 500 méterre, itt a fürdőkádam. Meg fog fürdőni biztos egy ilyen... Iszakos lápos. Ez, hát az mondjuk igen. De amit láttunk ott kicsit lejjebb, az teljesen tiszta volt. És ez friss. Azt a mindenit, úristen, de szép. Aha, akkor ezért mondják, hogy itt nem nagyon kéne nagyobb autókkal járkálni. Rajta ki a víz. Érdekes, a sziklán megjelenik a víz. Ott fönt például látszik. Vagy ott a szembe oldalon. Látod, ott az, ami fénylik. Igen. Csak közben nézelődök jobbra-balra. Persze. Egyébként megértem, hogy nem javasolják ezt ilyen 6-7 méter hosszú lakóautókkal, lakókocsival, meg kifejezetten. Mert ugye a lakókocsi az mondjuk 5 méter hosszú, plusz az előtte lévő autó minimum 4,5, tehát az már megint majdnem 10 méter hosszú. Azért itt egy 10 méter hosszú szerelvénnyel följönni, ez nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon komoly kihívás, pláne, hogy jön valaki szembe. Hát ezt jó, hogy nem este csináltuk meg, mert ugye volt rossz szó róla, hogy lenyomjuk este, mert biztos nem annyira látványos, hát ezt jó, hogy megvártuk. Igen, mert úgy volt, hogy 10 percre lesz egy másik hely, ahol lehetne a szállás, de 10 perc ilyen helyeken éjszaka. Tehát azért izgalmas igen, lett volna. Igen. Hát levírtam volna jönni, csak éjszakában nem látok be semmit az égvilágon, és azért ez... És amire rá kellett jönnöm, hogy Anna az kis terautó létére, vagy furgon résztére rettentően fordulékony, meglepően. Tehát szerintem majdnem, hogy kisebb helyen megfordulok vele, egy ízben, mint egy normál személyautóban. Úgyhogy ezzel itt lehet kanyarogni. Anna ugye ez egy Citroen Jumper. Itt Angliában Citroen Relay-nek hívják. De a Peugeot Boxer meg a Fiat Ducato az ugyanez. De nagyon, nagyon kis praktikus fordulékony autó. Amúgy most úti cél nincsen, most ezt a félszigetet megtettük, majdhogy nem. Hát ez csak annyi, hogy folytatjuk az NC 500-at. Mára semmilyen úti terv nincs, úti cél. Igen, ugye nem találtunk ki semmit. De lehet, hogy csak megcélozzuk a Sky-szigetet, aztán ennyi. Igen, igen, az abszolút lehet, mert mindjárt az April Cross félszigetnek a végén vagyunk. És a következő ilyen látványosság, amit tudok, az a Sky-sziget. Azért meg tud lepni ez a skót felföld. Igen, volt egy pár wow élményünk.
nem is gondolná az ember, hogy némelyik része mennyire, vagy mennyivel másabb, mint akár Anglia részei. Tudtam, hogy Skót-Felföld, de hogy mégiscsak ekkora hegyek, nézd meg ott lent azt a kanyargó folyót is. Angliában is voltunk már párszor mondjuk a Peak Districtben. Tehát én azt hittem, hogy ez kicsit egyhangúbb lesz. Tehát nagy hegyek között átjövünk és ennyi, de hát ez valami teljesen más. Ráadásul ugye... Bocsánat, ott jön egy bicikli szembe velünk. Az szép. Ráadásul ugye tengerparti utak is nagyon szépek. Még Snowdoniába akarunk majd elmenni. Az még egy érdekes. Az Angliában ugyanúgy egy ilyen... lesz. Egység. Egy vonulat. Nem ment volna a biciklibe véletlenül se arra, hogy ki legyen, sem tudjak menni egy terrautóval. Ez a legmagasabb pontja? Nem hiszem. Nem tudom. Nem, mert most már lejjebb vagyunk, mint ahogy megszálltunk este, mert jövünk lefele folyamatosan. De azért... azért úgy néz ki. Milyen nap van ma? Szombat. Megnézem. De szombat. Érdekes, hogy nincsen forgalom. Mondjuk augusztus nagyon vége van már, lehet, hogy már készülnek az emberek az iskola kezdésre, és azért nem jönnek kirándulgatni az utolsó hét, mert az utolsó hétvége a iskola kezdés előtt, és inkább most már mindenki otthon tesz-vesz, készíti a gyereket az iskolára, gondolom én. Amúgy néha azért vágunk egymás szavába, csak hogy ne legyen üres járat itt a videóban. Nem akarom megvágdosni, és nem akarok zenét rakni se alá, úgyhogy... meg a másik, hogy mind a kettőnek egyszerre van mindig mondandója. Hát, mert egyszerre látom meg általában dolgokat, és ugye arról szeretnék éppen akkor beszélni. Csak kicsit szerintem hangosabban, mert nincs rajtunk semmilyen mikrofon, és zörgünk. De nem tudom, mit lehet majd hallani ebből. Tegnap amúgy nagyon-nagyon finom fish and chipset ettem. Nem ez a... egészséged, de nem ez a... köszön. Nagyon zsemlemorzsás, nem ez a vastag panírja volt, hanem ilyen finom panírja volt. És tényleg finom volt a hal is. Nem ez az atom olajban sült hal volt. Gondolom friss a hal. Hát igen, egy tengerparti városban, mert ugye, ahol mi szoktunk enni halat, ott valószínűleg mire itt halat paníroznak be, és azt sütik ki, az teljesen más, mint hogy itt frissen kifogott hal. Még mindig szerintem kicsit hangosabban beszéljél majd. És a hangot tudom lentebb venni, és úgy variálni. A Stoke-on-Trentben is van egy jó halas, ahol szoktunk járni, de itt mondjuk ki volt írva, hogy frissen füstölt lazac. Csak mindegyik be volt zárva már ugye este. Mert azt még kipróbáltam volna. Sajnos lazacot ugye nem láttunk. A folyóban. Hol volt az? Nem tudom már. Úgy volt, hogy lehet lazacot látni, ahogy húznak fölfele. Pisztán. Miért mondok lazacot? Mert a füstöt lazacot árulnak. Szerintem mind a kettő. Vagy pisztángot? Nem, mind a kettő szerintem egy hegyi patakokban él. Nem tudom, milyen különbség, ennyire nem vagyok majd horgász. Pisztángot nem láttunk, de lazacot árulnak.
jól mondom, hogy lazacot akartam menni, de pésztrángot nem láttunk fölfele úszni a folyón. Emlékszem, most már egy vízesésnél volt az, hogy írták, hogy a vízesés kisebb részeinél lehet látni néha pisztrángot, amikor mennek vissza ugye a születési helyükre. De nem láttunk sajnos. Az az érdekes, hogy én most visszanézek így a... Visszanézek a hegyvonulatra, onnan lejöttünk. Hát és innen nem is tűnik annyira durvának, föntről sokkal meredeknek tűnik. Innen nem is tűnik annyira érdekesnek. De azért föntről az, amikor telnébe totálisan zöld az egész hegy, és pont a hegyek, a felhő vagy az a pára, vagy szárt fel, ez nagyon szép volt. Ilyen havai látszott a filmek jutnak eszembe. Igen, akkor fönn vannak a havai hegyenek a csúcsain, és ott is száll fel ugye a felhő, és jól néz ki. Igen, meg föntről ugye látszik a kanyargós út. Itt innen lentről nem?